Sziasztok, Máté vagyok, és a mai videóban itt van velem Kitty. Sziasztok! Kittynek ma egy nagy átalakítást fogunk csinálni, ugyanis Kitty szeretne változtatni a haján, szeretne rövidebbet és egy kicsit világosabbat. Gyűjtött nekünk össze ilyen inspirációs képeket, amikben Jennifer Lawrence régebbi haját válogatta össze, és valami ahhoz hasonlót szeretne, úgyhogy ezt fogjuk neki elkészíteni. Láthatjátok, hogy egyébként Kittynek nagyon szép, természetes szőke hajszíne van, és ezért nem szeretnénk tőtől az egészet világosabbra festeni, mert akkor lenne neki egy egyenes lenövés, hanem itt mindenképpen egy olyan festés fogok majd neki elkészíteni, ami kicsit átmenetes, és a haj végei lesznek egyre világosabbak. Itt az első részen, ahol itt ilyen kis babahajak vannak, láthatjátok, hogy természetesebben is világosabb a haja, ahol a nap kiszívta, és igazából ez a cél, hogy a többi részen is ilyen világosabbak legyenek a hajvégei. Úgyhogy ehhez fogunk most hozzákezdeni, hogyha érdekel titeket, akkor mindenképpen tartsatok velünk. Mivel Kittynek nagyon sokat fogunk vágni a hajából, ezért én előtte összekötöttem hajgumival egy kicsit lentebb, mint amilyen rövidet szeretnénk majd, úgyhogy majd nedvesen fogom a végső vágást elkészíteni neki. Három részre osztottam a hátsó részt külön, és a két oldalsó részt is külön gumival kötöttem meg, úgyhogy most ez az első lépés, hogy levágjuk a hosszát. Kitty haját először szőkítővel fogom felvilágosítani, a Matrixnak a Lightmaster 8 árnyaltott világosító szőkítőporát fogom használni, és ehhez 6-os oxid fogok keverni, 1:2 arányban. Nincs szükség egyébként most nagy világosításra, de szeretném, hogy az minél semlegesebb szőke legyen, és ezért használok 6-os oxid hozzá. Úgyhogy először kimérek, szerintem körülbelül egy olyan 80 grammot, és ahhoz 160 g oxid. El is készültem Kitty hajával, most csupán egy 20 percet fogunk várni, és akkor utána találkozunk a hajmosótálnál. Már le is járt a 20 perc hatóidőnk, de még mielőtt elkezdem Kitty hajából kiszedegetni a fóliákat, megmutatom nektek, hogy utána mivel fogom festeni. A Redken Shades EQ termékcsaládját fogom az árnyaláshoz használni, és mivel Kitty egy kicsit ilyen hamvasabb szőke színt szeretne, ezért a 10P-t, a 010P-t és a 09V-t fogom fele-felében kikeverni a krémesebb állagú hidrogénperoxidjával. Ezeket egy ilyen applikátorba fogom majd tölteni, és egy az egy arányban kell őket kikeverni. Ennek a festékkeveréknek egy kicsit ilyen gélesebb az állaga, és miután felviszem majd Kitty hajára, folyamatosan tudom figyelni, hogy milyen a végeredmény, szóval hiába ilyen 20 perc hatóideje van úgy átlagosan ennek a Shades EQ termékcsaládnak, hogyha úgy látom, akkor akár 10 perc után is már le tudom mosni, hogyha megfelelő a szín. Miss Dark Tent, I'm your Clark Kent. Body like a Benz, let me park it. Get you started, where you tryna go? Like for instance, maybe the distance. Even when I'm distant, you feel me? You too fine to be ever done filthy. Touch and roll, then I'm touch and roll. Girl, I gots to go, but I'm coming home late. Do your back hurt? I can fix that. You had an X-Man, that's a big cat. Those before me, you can't forget that. He only hit that, didn't commit that. Head on my six-pack, Netflix and kickback. I love the contact, when I'm gone I miss that. Is it mutual? Do you too? Not what you're used to, I'm way more useful. I'm touch saying. And roll, touch and roll. Barely touch my phone, barely touch my phone. Is it too much for you? Is it too much for you? Groupie love me, camera like me. Is it
Na már itt is vagyunk, és most következik Kittinek a hajvágás. Ugye ki fogjuk javítani azt, amit ugye az legelején levágtunk a nagyja részt, és értelemszerűen most egy pár centivel még rövidebb lesz. És mindig kéritek, hogy legyenek hajvágós videók, ezért arra gondoltam, hogy mivel az ilyen nagy átalakításos videóban mindig átugrom itt a hajvágós részeket, itt ebben a videóban külön figyelmet folytok rá, hogy most elmagyarázom, hogy hogyan is fogjuk vágni Kittinek a haját. A vágást először a hátsó résszel fogom kezdeni, és a hátsó részt középen egy egyenes vonallal ketté választom. És itt lent, mivel Kittinek elég kis babahajas itt az alsó része, ezért körülbelül egy ilyen 3 centi részt leválasztok, és a maradékot pedig felcsatolom, és ugyanezt megcsinálom itt a másik résszel is. Láthatjátok, hogy most nem a legtökéletesebb az alsó vonala, úgyhogy ezt fogjuk most kijavítani. Egy kicsit Kittinek így előre kell hajtani a fejét, és természetesen egyenesen kell tartani, de azt nagyon jól egyenesen is tartja. Úgyhogy így megpróbálom szorosan lefésülni Kitti hátán, és körülbelül itt akkor még egy 2 centitől megszabadulunk. Miután egy ilyen sávval én végeztem, mindig szoktam ellenőrizni, és azt úgy teszem meg, hogy a két szélén megfogom a tincset, és így egyenesen lehúzom őket, hogyha az egyiket kicsit úgy érzem, hogy hosszabb, akkor igazítom, aztán visszafésülöm, és megint igazítok arról az oldalról. Úgyhogy így az legelső sort le is vágtam. Ezután én 1 centis sávokat válaszgatok mindig hozzá, így haladok és mindet hozzávágom, valamint egy nagyon picit mindig hosszabbra hagyom. Tehát, hogy a legalsó rész legyen a leghosszabb, és a rákövetkező szintek mindig egy kicsit egyre-egyre hosszabbak legyenek, és ezáltal sokkal szebb lesz majd a végén az esése Kitti hajának. Úgyhogy ezt fogjátok most látni, ezt már kicsit felgyorsítva. Jöhetnek az oldalsó részek. Itt én már nem szoktam olyan nagyon aprólékos leválasztásokat készíteni, hanem körülbelül ilyen 3 részre osztom az oldalsó részt, és úgy vágom, hogy az arc felé egy kicsit hosszabbodjon a haj. Jó, miután a hosszát pedig levágtam, jöhet a felső rész. Nem szeretnénk nagyon fokozatosra Kitti haját, viszont egy elég féloldalasan van a választéka. És én ilyenkor mindig azt szoktam csinálni, hogy itt felfele kifésülöm 90 fokos szögben a fejtől. És itt ezt a kicsit csücsköt ezt levágom. Tehát, hogyha véletlenül nem pont ugyanoda kerül mindig a választék Kittinek, akkor sem lesznek a másik oldalon ilyen hosszabban lógó szálak, úgyhogy én ezt mindig ajánlom, hogy ti is tegyetek így, hogy vágjátok le. Nagyon sokszor jönnek úgy hozzám egyébként vendégek, hogy ez nincsen nekik megcsinálni, hogy ezt a fodrászoknak is ajánlom. Még hogyha nem is vágunk fokozatot, akkor is itt ezt a felső részt, ezt nézzük át, és igazítsuk össze a két oldalt, mert azért elég nehéz mindig ugyanoda helyezni a választékot. És el is készültünk Kitti hajával. Ezt nézzétek, milyen lett.
Hogy tetszik Kitty? Nagyon fenomenális. Ilyenre gondoltál? Igen. Tetszik a színe is, a hossza igen, is? Igen, nagyon tökéletes lett. Na, hát remélem, hogy nektek is tetszik, írjátok meg lent a videó alatt kommentben, hogy mit szóltok hozzá, hogy megvagytok-e elégedve a színével, és hogy ti akár készen állnátok egy ilyen nagy átalakításra. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, köszönöm neked is, Kitty, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Találkozunk a következő videómban, addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok!